Maguk aludtak-e a szalmán ott az asztal alatt? Hát hogyan? Behozott egy lepedővel, akkor a gyerekek voltak a pom, hogy izé. Hát nemrég emberigette, hogy itt aludtunk asztal a szalmán. Ők is, mikor karácsony estén ezt a búzát vetették, még füstöltek kint, és anyám kiszólt, hogy apám vert a blakot, ahova Gabonahúzásba vetette. Mit vesz? Füstöt, aranyat? És anyám kiszólt, hogy vesd Isten hírébe neki. És az, mikor begyütt, hogy húztak a lepedőn, ott, azt a Gabonahúzást le volt, és háromszor ugye átfordította, ugyan mindig kiegyenesítették, megint meghúztak, és így átfordulni. Ez föl van vedve? Föl van vedve. Hát én már azért is csináltak a menny. Mondom, hogy apámnak volt az, hogy gyerekek, ott elmentünk, itt ott van búros. Fent még máig is megmondtak a donaknak. Mikor kaptak van szilangot a fák, ezek a búrfák, és abból kinyújt olyan zsiradik töményt. Abban a füst, azt raktuk egy tűzbe, hogy jó büdös ilyen, jó füstő. Na, csaga volt, ne tömények. És hol füstődek? Hát kint ablak alatt meg ment is osztjam a fazékba, ment is bealtak rossz lelkeket, meg minket, hogy az lehet, ahol itt. A földekre mentek-e füstölni? Nem mentek, földekre nem. Csak itt ment a udvarban. És földekre. Melyik nap füstöltek? Az karácsony estén, a vacsora előtt. A vacsora előtt. Szent estén elé, a karácsony vacsora előtt csinálta. Ádám Évakor estén. Ádám Évakor estén, igen.